Nyilván ez egy nagy, nagy játék, amit helyén kell kezelni, mint ahogy Balatonfürednek a 8. is úgy kell kezelni. Én azt hiszem, hogy visszaigazolja azért a munkánkat, hiszen ez egy közvélemény kutatásnak mindenféleképpen megfelel. Látszik, hogy azok a hibák, amiket ki akartunk küszöbölni, azok itt most pontszámokban visszajöttek. Mármint egy pozitív, amit elvenni. Pozitívan, igen. Ki akarod, mert 3 éve itt rosszak a település rendészetet, de mindig el voltunk maradva a közbiztonsággal. Valóban mi is úgy éreztük, hogy nagyon sokat léptük elő, és én nem tudom, hogy napon jöttek, hogy volt egy öt pontot kaptunk, nem is emlékszem ilyenre. Magyarul minden vendég ötösre értékelt a közbiztonságot, de ugyanígy mondhatom azt, hogy idáig az információval volt probléma. Idén kiadtunk egy hatalmas újságot, a standon mindenki minden megkapta, programokat ismertetőkkel, csopaki ajánlatokkal, és csodák csodájára arra is olyan maximális pontot kaptunk, ami meggyőződésem, hogy ennek az első helynek egy nagy komoly részei. Igazán tudom, én arra vagyok, hogy nagyon büszke, nagyon sokan dolgoztunk idén azért, hogy csopak szép legyen, csak a vendégeknek még elfogadottabb legyen, és ezt én már megköszöntem természetesen, akinek lehet, de azt hiszem ez egy másféle visszaigazolása annak a szóval. Köszönöm szépen, és nagy szeretettel köszönöm a polgármesterokat, kedves vendégeket, és a összetkeztőra. Nem gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt annak idején, 15 évvel ezelőtt, amikor elindult ez a közvéleménykutatás, úgymond, hiszen nagyon sok tanúságot lehetett levonni. Igaz, hogy én is hallottam annak idején, hiszen legelejétől kezdve járok erre a tárgyalóra, hogy sokan kételkedtek ennek az eredménynek a realitásában. Tehát én azt hiszem, hogy az okos ember azért az a gyengeségeire is odafigyel, és hogyha valaki felvigyelt egy bizonyos gyenge pontokra a figyelmet, és azon tud változtatni, én azt gondolom, hogy az sikeresnek lehet mondani. Hiszen, ahogy főszerkesztő és Péter elmondta, ha visszagondolunk arra, hogy 15-20 évvel ezelőtt honnan is indultak a települések, és legtöbb település az mivé változott az elmúlt időszakban, én azt gondolom, hogy nagyon sokat jelentett a települések életében, a település vezetőinek gondolkodásmódja, amit mondjában, az a, amit el tudtak olvasni az újságban a saját településekről. De nem csak egy olyan rangsort lehet látni, ami a végeredmény, hogy mely település az első pontszámok alapján, második, harmadik, tizedik, hanem ugye minden településről van egy egész oldal, ahol meg is szólaltatják a magyar, illetve külföldi vendégeket, a csoportját, egy részét, amivel ezek a saját egyéni vélemények meg is jelennek. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól ki lett találva ez a rendszer, és mivel én azt mondom, hogy mástól tanulni nem jött a dolog, azért nagyon sok település, gondolom, úgymond a szomszéd településében így mennek el különféle közös rendezvényekre, hogy azért figyeljük azt, hogy más vajon mit talál.